A szerelem különleges téma, mert nagyjából mindig erről van szó. Bármiről beszélünk, ha nem jutunk el a szerelemig, akkor nagyot hibázunk az okok kutatásában. A szerelemről úgy gondoljuk, hogy az valami párkapcsolati dolog, a férfiakról és a nőkről szól. És hát pont ez az az ok, mert így gondoljuk, amiért a párkapcsolatok nem működnek. Mert onnan közelítik meg a párkapcsolatot az emberek, hogy szerelem. És a szerelmet onnan közelítik meg az emberek, hogy férfi és nő. És ez az egész így nem igaz. Akkor sem, hogyha egymás fejéhez vágjuk, hogy nem szeretsz, pedig nálam jobb nőt nem találsz, nálam jobb férfit nem találsz. Hát a szerelem nem erről szól. A szerelem valami, amit nem lehet definiálni. Értve lehet valahogy, de hát fenntartásokkal. És mindig fenn kell tartani a jót is, hogy hát majd megváltoztatjuk a véleményünket, hogy mit mondtunk tavaly a szerelemről. Ugye jön egy új párkapcsolat, már is más gondolunk arról, hogy mi a szerelem, sőt egyáltalán másképp minősítjük, hogy jó vagy rossz dolog. Kezdjük onnan, hogy miért van, minek. Mert ugye, hogy a baj az van vele, bőven, és egyáltalán az embernek miért van erre szüksége. Mert hogy szükségünk van rá, az biztos. De ezt nem tudjuk, hanem érezzük. Boldogok vagyunk akkor, amikor nem vagyunk szerelmesek, mert tudunk koncentrálni a munkánkra. Legalábbis nem tudom, férfitársaim, hogy vagytok ezzel, de sokszor egyszerűbb. Boldogok vagyunk, ha van, mert akkor van okom nem dolgozni. Valahogy feltölt. A nőknek szintén valamilyen más szükséglete van. Onnantól jön be a szerelembe a férfi vagy a nőiesség, amikor képbe jön a testiség. És akkor már érthető, hogy miért van az, hogy a férfi és a nő szerelmes lesz egymásba. Pedig azt mondják, hogy a szex és a szerelem az nem ugyanaz. Ez igaz. De a párkapcsolatban van szex, és van szerelem. És van erotika. A különbség az valahogy úgy fogalmazható meg, hogy az erotika az a tudatunké, a szerelem a lelkünké, a szex meg a testünké. Éppen ezért, mert a lélek az nem annyira definiálható férfiként vagy nőként, hanem most ebben az életedben, vagy csak ez van, vagy több is van, de valamilyen testben élsz, ezért lesz a lelked férfias vagy nőies. Egyébként meg, ha testet leválasztanánk tőle, nem lenne az. És ez fontos a szerelem kérdéskörében. Mert a szerelem nem olyan, hogy a férfi lélek így szeret, a női lélek úgy szeret, hanem a lélek szeret, egy állapotban van, ez lesz a szerelmi állapot például, van millió másik állapot, de ez mondjuk a szerelmi állapot, és mert nő éli meg, ezért nőként lesz szerelmes. Hogy kiben? Az már egy nagy kérdés. Kultúrák is különbséget tesznek a szerelemben. Különböző kultúrák miatt másképp éljük meg a szerelmet, más lesz a tudatosságunk róla pontosabban. A szerelmet ugyanúgy éljük meg, csak a tudatosság lesz más. Ahol túl sok a korlátozás, ott a szerelem nem lesz túl szabad. Az nem jelenti azt, hogy nem zajlik le ugyanúgy a folyamat, hanem azt jelenti, hogy nem éljük meg úgy, ugyanúgy. Ahol nincs annyi korlátozás, ott a szerelem szabadon megélhető. Sokkal tisztában, nagyobb, tisztább átmenetek lesznek a szexualitás és az erotika felé. És akkor meg lehet érteni már az állapotokat. Nézzük, milyen állapotok vannak. Van két ember.
És ha csak úgy külön nézzük őket úgy, hogy nem történt velük semmit, nem csináltak semmit, akkor ők csak ott léteznek. Természetesen ezek az emberek, ezek rendelkeznek testtel, tudattal és lélekkel. Az azt jelenti, hogy ha mindezzel rendelkeznek, akkor, és nyilván élő emberekről van szó, akkor valamilyen rezgés, valamilyen sugárzás tőlük eltávolodik. Ha tőlük eltávolodik, egyértelmű, hogy nincsenek egyedül, tehát nem vagyunk egyedül a világban, az azt jelenti, hogy felüljük is jön valami. Szóval mindegyik ember hat a környezetére, és mindegyik emberre hat a környezete. Mindegyik ember valamilyen állapotban van. Ez az állapot, ez leírja azt, hogy éppen most mi van vele. Az állapot az éppen egy pillanatnyi fogalom. Ez a következő pillanatban teljesen más lesz. Lehet közel azonos, de lehet végtelenül más is. Tehát valamilyen állapotban vagyunk. Ezt nagyon fontos megjegyezni, mert ahhoz, hogy megértsük a szerelmet, megértsük a párkapcsolatot, az állapot szónak fontos szerepe van. Hogy csináljunk belőlük férfit és nőt? Van két karikánk. Mitől lesz férfi vagy nő ez a két karika? Plusz-minusz. Ettől még lehet a bankszámlám is. Az egyikre vessek egy keresztet, másikért meg imádkozzak. Oké, hát vessünk egy keresztet. Oké. Melyik a férfi és melyik a nő? Nézzük egy világnak egy nagyon primitív modelljét, a legprimitívebb modelljét, ami mindenre igaz. Ahhoz, hogy csináljunk valamit, tehát hogy megmozduljunk, tehát most nem reggelit csináljunk, vagy beágyazunk, hanem hogy megmozduljunk. Mi az, ami kell? Energia kell, oké. Ha van energiánk, mivel mi vagyunk, van testünk, tehát van anyag, ugye, anyagból vagyunk, akárhogy is néz ki, akkor van energia, anyag, a szándék? Ahhoz, hogy csináljuk. Oké, a szándék miből áll? Oké, információ. A szándékban van információ. Az, hogy hol vagy, merre mozogsz, abban van információ. Hogy nézel ki? Információ. Az információ leírja azt, hogy hogy néz ki a világ. Az energia ad lehetőséget arra, hogy a világ változzon, tehát újból leíródik, hogy hogy néz ki a világ. És az anyag mindezt megmutatja, tehát az meg elcselekszi ezt az egész folyamatot. Tehát van anyag, energia és információ. Ez a kettő anyag. Az információ az az lesz, hogy melyik férfi és melyik nő. Akkor már csak egy dolog döntheti el, hogy melyik férfi és melyik nő. Energia. A háromból, ugye? Oké. Ha energia szempontjából nézzük, melyik férfi, melyik nő. Honnan tudjuk, és honnantól lesz férfi vagy nő? Honnan lesz különbség a kettő között? Mert most csak ráírtuk, hogy plusz-minusz. Mitől lesz plusz vagy mínusz? A vonzás. Ha lesz plusz-minusz, lesz vonzás. És melyik lesz a férfi, melyik lesz a nő? A nő vonz, mert már mesterkurzuson végeztél. Jó, ha nő vonz, akkor melyik a férfi? Na, elkaplak én téged. Melyik a férfi, melyik a nő? A mínusz mi? A mínusz a nő. Miért? Azért, mert ott van mínusz, ott van kevés, és ott van plusz, és a plusz megy bele a mínuszba. A teli megy a üres vödörbe. Férfinak van iránya, oké. Melyik mozog, a plusz vagy a mínusz? Hát a mínusz. Az elektronok mozognak a proton felé.
ha áramlás van. Na, ez a lényeg. Az áramlás fogja meghatározni, hogy ki férfi és ki nő. Az összes többi az csak azért van, hogy a Facebookon legyen mit posztolni. De fasság. Ő lesz a férfi. Ő lesz a nő. A proton ott van középen, nem csinál semmit. Az elektron meg körülött egy... Na most már fel van ismerve, hogy ki kicsoda? Érthető? Szóval az elektron fog tudni vándorolni. Akkor mit tud a férfi és mit tud a nő? A férfi tud vándorolni, tud mozogni, tehát ő mindig akciót fog csinálni. Igaz? Az elektronok ugrálnak egyik atomról a másikra. Bármennyire fáj ez a hölgyeknek. De akkor is így van. De nem az elektronok tehetnek róla, hanem kik? A protonok tehetnek róla. Tudományos tény. Szóval akkor a nők micsodák? Ha a férfiak mozognak, és ők az akció, akkor a nő, ő lesz a reakció. Tehát először a férfi fog cselekedni, és a nő meg eldönti, mit? Hogy van-e szabad pályája, ahova az elektron be tud jönni. Igaz? Mert ha nincs, az az elektron oda nem fog tudni menni. Hiába megy oda az elektron, egyébként az életben nem megy oda, az embernél igen, mert az embernek van tudata. Tehát az ember kicsit másképp működik, mint akár egy kémiai vagy egy fizikai modell, mert az ember a tudatával megmásítja a cselekedeteit, nem lesz természetes. Ezért a férfi nem pont úgy fog viselkedni, hogy a természetben ez meg van írva, hanem a férfi aszerint fog viselkedni, ahogy a természet meg van írva, és még plusz egy kicsit másképpen. De a lényege olyan lesz. A férfi fog menni egyik nőhöz, a másik nőhöz, de az egyik nő sem hívta. És egyik nőnél sincsen szabad pálya. Ezért a férfi, mi nem stimmelhet? Nem vagyok izmos, nem vagyok okos, nem vagyok ez, nem vagyok az. Na melyik nem stimmel? A férfinek szépnek kell lennie, okosnak kell lennie. Nem tudom, mit jelent, de udvariasnak kell lennie. Na melyik? Melyik kell legyen ahhoz, hogy a nő befogadja? Egyik se. Akkor ezt tisztáztuk, ugye? Csak azért, hogy mindenkinek nőjön az esélye. Egyenlő esélyekkel tudunk indulni így. Oké. A férfinek akkor milyennek kell lennie, hogy a nő igent mondjon? Milyen? Gazdag kell legyen. Nagyon jó. Ugye már, mert ugye a gazdagságban benne van az anyag is, meg az információ is. Na, jó felé haladunk. A nőben rezonáljon, valamit felkeltsen. Rezonanciát váltson ki a nőből, tehát meghosszajon valamit. Szóval, hogy egy időben és egy téren és egy hullámhosszon kell szerintem, hogy legyenek. Ezt megcáfolom. Itt van két cucc. Két bigyó, mindegy mi. Lerakom. Megvárjuk, amíg találkoznak. Azonos a rezgésük, és egy térben vannak. Nem történik semmi, nem történik, nem történik, nem történik, nem történik. És még mindig nem tört. Most ráugrott az egyik a másikra. Történik. Tehát nem elegendő az, hogy egy térben vagyunk, és nem elegendő az, hogy egy rezonanciánk van. Mert? Rá kell ugrani a másikra. Így nem működik.
Így viszont működik. Tehát szükséges, hogy a polaritások megfeleljenek. Na, ha polaritásokról van szó, akkor mit kell csináljon a férfi? Mivel kell rendelkezzen ahhoz, hogy a nő reakcióba lépjen? Erővel kell rendelkezzen. Potenciállal. Mert ha nincs potenciál, akkor nincs vonzás. Mert akkor fognak egymáshoz oda kerülni, ha elegendő potenciál van. Mivel adott volt a potenciáljuk, ezért nem tudnak maguktól oda menni. Az ember viszont képes önmaga mozogni. És ha önmaga mozog, akkor képes úgy mozogni, hogy a környezetével olyan kapcsolatot teremtsen, hogy ő neki nőjön a valamilyen potenciálja. Mégpedig ez a potenciál olyan kell legyen, ami mínuszos lesz. Tehát negatív ionizációra van szüksége. Minél jobban mínusz lesz, ő hozzá képest, annál nagyobb lesz a potenciál különbség. Minél nagyobb lesz a potenciál különbség, annál nagyobb lesz a vonzás. Mit kell tegyen ehhez a nő? Semmit. A férfinak kell csinálnia. A férfi kell mínusz legyen, és még erősebb mínusz, és még erősebb mínusz, és még erősebb mínusz. És ha elég erős mínusz lesz, akkor ő elkezdi érezni, hogy innen valami vonza. És a nő mit fog tenni, ha onnan valami vonza? Semmit. Ki fognak derülni itt a nagy igazságok? Mert hogy a nő az csak vár, de tehet róla, hogy nagyobb legyen a potenciál, mint ismeretes. Ugye? A nők azért tudnak csinálni valamit. Mit kell tegyen a nő ahhoz, hogy nagyobb legyen a potenciál különbség kettőjük között? Legyen még nőiesebb, mert hogyha erősíti a női jelleget, tehát a pluszt, ugye azt beszéltük, hogy a nő nem mozdul, tehát minél inkább nem mozdul, annál inkább pluszobb lesz. Még jobban nem mozdul, aztán még jobban nem mozdul. Leköti már az összes török sorozat, még jobban nem mozdul. Otthon ül, annál vonzóbb lesz. Ugye? Tehát ő neki olyan dolgokat kell csinálni, amitől ez a befogadó potenciálja fog nőni. Kell legyen szabad elektronpályája. Mert akkor az elektron be tud menni. Tehát szabad kell legyen, befogadó képes kell legyen. Na, itt vannak a bajok. Mit nem csinálnak a férfiak? Nem mozognak. Mit nem csinálnak a nők? Nem szabadítják föl magukat. A nőknek elképzeléseik vannak, hogy így néznek. A férfinak meg elképzelései vannak, hogy de jó lenne, ha leszopna. Csak úgy. És ugye nem stimmel a kémia. Hogyan tudja ő a potenciáját növelni? Hogy lesz mínuszabb? Na, ezek mik? Titkárnő. Pénztáros kislány. McDonald's-os. Eladó. Ezek. De csak azért, hogy ő jobban szeressen. Mert hogyha itt sok plusz van, és itt van interakció, akkor itt ő egyre férfiasabb lesz. Ha itt a viselkedése olyan, akkor ő egyre mínuszabb lesz, és ő neki annál vonzóbb lesz ő ott. Bemegy a Csóringer a diszkóba egyedül.
Hát ki nem szarja le, ugye? Bemegy ugyanez a Csóringer 3 bigével. Hát rögtön kell. Igaz? Na, hol vannak a nők? Igaz. Ugye? Hát így működik ez. Ő hogyan tudja a plusz növelni? Több mínusz. A több mínusz az mindig plusz. A nők mit szoktak csinálni, amikor várják a nagyőt? Nem, 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 nem. Ugye? Kezdenek elzárkózni. Ez sem, ez sem, ez sem, ez sem. Az Isten nem tudja őket megközelíteni. Vagyis ők nem befogadók, és ha mínusz közeledik hozzájuk, és ők taszítják, akkor ők mínuszok lesznek. Ők döntéseket hoznak. Az férfias dolog. A férfi gondolkodik. A nő nem gondolkodik. Óvatosan, attól, hogy nem gondolkodik, tudja, merre jársz. A nő az érez. A férfi meg nem érez. Ez egy fontos dolog. A férfi gondolkodik, és mozog. A nő érez, és nem mozog. És hogyha ő elkezd elutasítani, akkor gondolkodik. Akkor logikus folyamatokat indít el, és ezek a logikus folyamatok nem alkalmasak arra, hogy a plusz növekedjen. Ugyanígy a férfi, az pedig nem érez. Az csak gondolkodik. Az összerakja logikusan, hogy mit kell tenni. És így nő a mínusz, nő a plusz. Ezek persze mind olyan dolgok, amelyek lehetnek negatív jelentésű dolgok, meg pozitív jelentésű dolgok. Egy párkapcsolatban például. De egyik sem negatív, és egyik sem pozitív, ha ezek passzolnak. Mert akkor ez pont jó lesz. Egy egységként passzolnak. Na, kezdjük el a párkapcsolatot. Ugye egyértelmű, hogyha ezt nem csinálják, ők a büdös életben nem fognak találkozni egymással. Mert nincsen potenciál különbség, tehát soha nem lesz semmi, ami odavonza őket. Tehát ha mindenki csak ott egymagában van, és nincsen interakciója másokkal, akkor semmi nem fog történni vele. Ő nem lesz egy kihasználható lehetőség az életben. Se a nő, se a férfi. Tehát mindenkinek megvan a kis élete, és ha mindenkinek megvan a kis élete, akkor van potenciálisan esélye. Ez még nem garancia, csak esély. Na, kellő potenciával rendelkeznek, annyival, hogy a rezgésük és a sugárzásuk nem csak őket éri el, hanem egymást is éri. Hatnak egymásra. Látó közelbe kerülnek egymáshoz. Ez úgy történik, hogy kis pluszocskák fognak repkedni tőle arra. Tőle meg mínuszocskák. Ezeket fogják érzékelni a térben, mert igazából nem találkozunk soha, hanem ott valahol a végtelen térben ott zajlanak ezek az események. Ezek a valamik középen találkoznak, összefutnak. Ha elég sokat le tudunk adni, akkor elindul ez az áramlás. Ha áramlás jön létre, egyszerű áramlás jön, akkor a férfi egyszerűen idejön, és ez a nő közelében fog megtörténni. Nagyon gyors cserével a mínuszok és a pluszok össze fognak tapadni. Mi lesz, ha a mínusz és a plusz összetapad? Semleges lesz. Ez így van. Ebből lesz az egyészakás kaland. Mert gyors a folyamat. A férfi gyorsan odaáramlik, kész, mindenki nulla.
más reggel senki nem érez semmit. Eltűnt a férfi, eltűnt a nő. Ott fekszenek egymás mellett. Tegnap kurva jó volt, ma nulla, semmi. A potenciál nem volt elég erős ahhoz, hogy továbbra is vonzás legyen, hanem pont annyi volt, amennyi éppen, hogy ki tudott sülni. Ha, most nincs ilyenem, de nem tudom megmutatni, de ha fogunk egy elemet és két drótot, és összeérintjük, amikor közeledik, akkor szikrázik, ugye? Ha összeérintjük, már nem fog szikrázni, hanem pillanatok alatt átmennek az elektronok, és kész, vége. Kimerült az aksi. Nulla. Na, ez szokott lenni. Férfi és nő találkozik, beszélgetnek, nagyon jó, nagyon érdekes, másnap full unalmas mindenki, és mindenki megy vissza az saját életébe. Miért? Mert hogy közvetlenek. Közvetlenül találkoznak. Ezt nagyon sokszor vesszük itt a terecskén. Ezt nagyon sokat tanuljuk, hogy nem megyünk rögtön oda. Ugye bemész a diszkóba, rögtön oda mész a csajhoz. Nem biztos, hogy működik. Nem építettél föl semmit. Nincs elég potenciál. Ha bőven van a tarsolyodban meglepetés, akkor lehet. Tehát tartalékolni kell valamit. Ezért beleraknak ellenállást az áramkörbe, például az elektronikában. És ez az ellenállás, ez a folyamatot visszafogja, így nem tud lemerülni az akkumulátor, és adagolja az energiát a fogyasztóba. A fogyasztó melyik lesz, a férfi vagy a nő? Na, melyik a fogyasztó? Ne a bankkártyából induljunk ki. A nő a fogyasztó. A hölgyeknek esetleg más tipjük van-e? A férfi a fogyasztó. Na hát egyik se. Egyik sem a fogyasztó. Ha az egyik vagy a másik a fogyasztó, az lesz az egy éjszakás kaland. Rövidre záródik, kisül, kész, vége. Neutrális lesz. A fogyasztó kell egy harmadik dolog legyen. Ez lehet egy eszmeiség, egy lelkiség, egy testiség, bármi, ami a kettőből összeadódik, és megalkot egy új mezőt. Tehát nem A plusz B az AB lesz, hanem A plusz B az C lesz. Ez a közös élet, a közös mező lesz. Ha van ilyen fogyasztó, akkor ez az energia, amit ők generálnak, tudja táplálni ezt a fogyasztót, és azt fog világítani. Tehát az elektronikában oda rakunk mondjuk egy izzót. És az izzó egész éjjel át tud világítani, ameddig az elem tart. Persze, hogyha állandóan újra töltjük az elemet, akkor élete végéig világít az az izzó. Tehát ők akkor lesznek szerelmesek, ha megszületik kettőjük között egy plusz mező. Ha nem születik meg, abban nem lesz semmi. Vagy rövid lesz. Szóval a férfi úgy megy a nőhöz, hogy nem megy a nőhöz. És a nő úgy marad ott, és várja a férfit, hogy nem mozdul. Ha mind a kettő így van, akkor itt fognak találkozni a pluszok és a minuszok. Együtt persze itt neutrálisak lesznek. Itt fog kialakulni egy neutrális zóna kettőjük között. Ez nulla lesz, ez plusz, ez mínusz. Mi történik akkor egy év múlva? Mert ez lesz a közös életük, ez a neutrális zóna. Ezt táplálják, ő plusszal, ő mínusszal. Jelentsen ez bármit. Mi történik egy év múlva? Itt rengeteg-rengeteg anyag ment. Innen is, ez már itt megfogalmazódik. Visszafelé is
ez itt nulla. Ez a nulla, ehhez képest mínusz, ez a nulla, ehhez képest plusz. Ez azt jelenti, hogy a közös életük a férfi számára megfogalmazódik, mint hogy ő a nő, és a közös életük a nő számára megfogalmazódik, hogy ő a férfi. Már nem a férfibe lesz szerelmes a nő, és nem a nőbe lesz szerelmes a férfi, hanem a közös életüket fogják szeretni. Mert a neutrális zóna eltakarja egymást. Kettőjük közé áll, és nem látják egymást, nem érzik egymást, hanem csak a közös életüket fogják érezni. Ez egy veszélyes állapot. Így ő például bármit csinálhat. Ha a közös életet tovább táplálja, itt azt csinál, amit akar, ő ebből semmit nem fog észrevenni. A nő is bármit csinálhat, amíg a közös életet elegendően táplálja. Addig a férfi nem fog észrevenni semmit. Abban a pillanatban, hogy ha valamelyik a közös életbe nem küld elég saját elemet, abban a pillanatban a közös életnek elkezd csökkenni a neutralitása, mert a férfi nyomja be a mínuszt, ő kevesebb plusz rak be, ez elkezd mínusz lenni, és a férfi meg fogja érezni, hogy itt nem a nővel van együtt a közös élet, hanem itt főleg ő van. És a nő nincs jelen. Nem lesz meg a vonzás. És ennyi. Az, hogy min veszekszenek, az semmi köze az egészhez. Az, hogy az egyik szép vagy nem, semmi köze az egésznek. Az, hogy elhíznak vagy nem, nem érdekes. Csak ez érdekes. Ki, hogyan és mit tud belerakni? Igen ám, tegyük föl, hogy mindenki belerakja azt, amit kell. Ez egyre nagyobb lesz ez a neutrális zóna. Egész annyira, hogy ők már egyáltalán nem látják egymást. Ők már kizárólag csak azt látják, amíg megtörtént velük. És nem látják azt, hogy a mínusz már nem is annyira mínusz. A plusz már nem is annyira plusz. Már nem is kell belerakjon semmit a plusz, mert ez itt önmagában is megvan, és nem is kell semmit belerakjon a mínusz, mert önmagában benne van, és ők egymást már nem vonzák, hanem csak a közös életük vonzza mind a kettőt. Akkor már nem férfi ebben a kapcsolatban. Ő már nem mínusz. Mert nem itt van az interakció közvetlenül, hanem itt van az interakció. És ő meg nem nő, mert itt van az interakció. És nem itt. Egymás számára már nem férfi és nem nő. Ezért bármelyik plusz megjelenik, kellő potenciállal, azonnal ezt a mínuszt kiszakítja ebből a zónából. És itt, ha bármelyik medencés fiú kicsit rágyúr, akkor ott is meg lesz a baj. Természetes. Mit tud tenni egyik a másik? Semmit. Mert az elején elbaszták. Mert az elején csak tápláltak valamit, és amikor táplálják, akkor lezárják a külvilágot. Azért fordul ez így elő. Barátnőm van, nem mosolygok nőre. Férjem van, nem állok szóba vicces fiúkkal. Ez nem azt jelenti, hogy szexelni kell mindenkivel. Nem is tilos.
Hanem azt jelenti, hogy az élet megy tovább. A nemiség mindig jelen lesz minden kapcsolatban. Mindenhol. Ez a... Hogy van, hogy férfi, nő lehet-e barát? Persze. Kisebb baráti szívetségekkel. A nemiség mindig ott lesz. Mindig ott lebeg egy gondolat. Mert ettől férfi és ettől nő. Ennek nincs köze a szerelemhez, nincs köze semmihez az égvilágon. Ez potenciálkülönbség, semmi más. És ha ezeket betartják, és ez mind nincs, megvan az interakció. Akkor ők folyamatosan töltődnek, plusz, 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 még nagyobb pluszok lesznek. És minden potenciált, amit felgyűltenek, felgyűlik, az egymás irányába tudják fordítani. Normál esetben, ha a rendszer jó, ez automatikus, ezzel nem kell gondolkozni, ezzel nem kell semmit csinálni. Ha a rendszer nem jó, akkor sem azon kell gondolkozni, hogy hú, most akkor lemegyek a konyhába beszélgetni a lányokkal. Ugye, szex nem lesz, de legalább beszélgetek. Hát, ha töltődöm. Hát az nem úgy van. Nem jó a Pornhub sem. Nehéz a jó megoldást megtalálni. Az a helyzet, hogy az életben mindig minden a határon mozog. Ami nem a határon van, azt felejtsük el. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy határ, megyek a megteszem felé, és ezt a határt átléphetem, és megteszem. De nem kell átlépni. Hanem a határon megyek, és a határon tudok mozgolódni. Mindig a határon mozgolódok. Nem lépem át. Akkor én potenciálisan növekedni fogok. Gerjesztődöm. Az az ember, aki visszavonul, ugye férj-feleség, megvan a házikó, bevonulnak, senki sehova nem megy, senkinek nincs külön élete, akkor kialakul ez az élet, ez a közös élet. És ha már kimész a postaládát, megnézed, akkor a nő már ott van, a reluxát húzza le, jön vissza. Mi volt a postaládában? Belenéztél? Bele. Jó, jövő héten mész, és egy négyzet alakú postaládát veszel. A kör alakút, a hosszúkást kidobjuk. Már mindenre féltékenyek lesznek, mert semmilyen valós életük nincsen. Akkor is ez történik, hogyha az egyik éli az életét, és a másik nem éli az életét. Akkor is lesz egy közös élet, csak ez az egész nem középen lesz, hanem eldeformálódik. Mit kell akkor tenni? Hol van itt az örök szerelem ígérete? Mert miért ne lenne, ugye? Vagy egyébként nincsen, csak mondom, hogy hát, ha érdekes lesz további része is az előadásnak. Örök szerelem nincs. Kicsit hagyok időt a megjelent pároknak, hogy ezt most megbeszéljék. Hogyan tovább? A szerelem olyan, mint a trabant. Leleáll. De ha nem is lehet újraindítani, de be lehet tolni. Ha nem indul újra, akkor a haverok tolják. Miskolcig. Minden lehet. Az örök szerelem... Hát ez nem igaz, az meg. Ja? Ja. Induljunk ki ugyanabból a két emberből. Csak sokkal szerencsésebbek.
okosak. Plusz és mínusz élje az életét. Most nem rajzolom föl, az előbb fölrajzoltam. Önálló és szabad ember mind a kettő. Ez két fontos tényező. Önálló és szabad ember. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy a szerelem, amikor már kezd lecsengeni, mert minden potenciál felgyülemlik, ugye van egy maximum, amire fel tudsz töltődni, tovább nem tudsz, nincs meg a képesség, és ezt a maximumot, ezt le kell adni. És ha ezt leadtad, akkor egy nagy senki lettél. És megint föl kell töltődni. És akkor leadtad, nagy senki lettél. Tehát szabadok kell, hogy legyenek. Mindentől szabadok. Ami azt jelenti, hogy ők tudnak élni a másik nélkül. Ez szar, mert legalább ez kb. A második vagy a harmadik ígéret kell legyen egy jó párkapcsolatnál, ugye, hogy nélküled én nem tudok élni. Tényleg ezt mondtad? Én sem tudok nélküled élni. Ja, nem akarok. Hát, az már átbaszósnak tűnik. Ott már valami sántít. Szóval, de nélküled tudok élni, csak lófasz nem ér. Szóval, ha megvan az, hogy te szabadon tudsz élni, akkor te vonzó leszel. Ha azt látja az egyik a másikban, hogy nem tud szabadon élni, az nem lesz vonzó. Ki a szar akar eltartani egy életen keresztül egy nyomorékot? És ez a gyanúja is már olyan. Ez nem jelenti azt, hogy őnek is gazdagnak kell lenni, és őnek is gazdag. Nem, legyen az egyik gazdag, mindegy, hogy melyik. A másik legyen szegény, plusz-minusz, vonzák egymást, tök jó, van hova rakni a lét, király. Ez teljesen jó. De az, aki gazdag, annak az a feature, aki szegény, annak meg legyen egy másik, ami a gazdagnak nincsen. Vagy az, mit tudom, az egyik tud énekelni, a másik meg táncolni. Tök jó buli lesz egész életükben. De ha mind a kettő csak énekel, az nem biztos, hogy annyira érdekes lesz. Tehát kell legyen különböző minőség, ami megjelenjen mind a kettőben. És ez a különböző minőség lesz majd a vonzásnak a tárgyköre. Mert akkor persze megjelenik a férfiasság és a nőiesség, tehát ha nem jelenik meg a testiség, a nemiség, akkor ez nem jön létre. Tehát ahhoz, hogy legyen egy párkapcsolat, ahhoz ez is meg kell, hogy jelenjen. Tehát ha megvan a különbözőség, akkor meg lesz a vonzás, mind a kettő a saját minőségét a saját életében táplálja. Tehát szabadon él továbbra is. Az egyik nem fogja le a másikat. Figyelj, most már neked erre nincs szükséged, mert én most már téged eltartalak, mi már együtt boldogok vagyunk. Miért mennél már ide, miért mennél már oda, minek az a tudás neked? Én nagyon ügyes vagy, jó van, simi, rendben vagyunk. Maradj itthon, tanulj meg egy másik szakmát, főzni, takarítani. Ugye ebből nem lehet hosszú távú harmonikus kapcsolat. Nem azt mondtam, hogy nem lehet leélni egy teljes életet így, és nem lehet eljátszani a rokonság és a barátok felé, hogy boldog házasságban élünk. Nem ezt mondtam. Hanem azt, hogy nem lesz boldog párkapcsolat. Ha az egyik megfogja a másikat, és nem engedi. Ott a szerelmet nem lehet újraindítani. Ezt már az elején nem szabad elrontani. Mert ha megvan ez a szabadság, akkor jönnek a plusz dolgok. Akkor jön az, hogy a férfi férfi, a nő nő, és testileg vonzák egymást. Akkor jön az, hogy a lelkileg is fogják vonzani egymást. Maradjunk a szerelemnél, és az azt jelenti, hogy ha nem veszik el egymás szabadságát, ugyanúgy mennek a pluszok és a minuszok, és ugyanúgy kialakul egy közös élet, csak nem lesznek semlegesek. Ez a zóna nem semleges lesz, hanem megmarad benne a plusz, és meg lesz benne a minusz, és mint egy kapszulában
a két minőség megjelenik rajtuk kívül. Ha ez történik, ezt nevezzük szerelemnek. Ez egy plazmikus állapot. A szerelem egy állapot. Egy plazmikus állapot. Ezért a szerelem úgy történik meg velünk, hogy ez történik meg. Hogy nem lesz semleges a plusz és a mínusz. Hanem mindenki, mindegyik megtartja, a töltések megmaradnak egy kapszulán belül. És ez a plazma tud izzani folyamatosan, mert mindig van benne vonzás, és sosem sül ki. És ha ezt tápláljuk, és ebbe jön be mindig a plusz, és jön a mínusz, akkor itt ez a plazma egyre erősebb lesz. Elkezd sugározni, mint egy napocska. És ez hat rád vissza. Ezt fogja érezni a lelked. És te is plazmikus állapotban leszel. Az, hogy az egyik férfi és a másik nő, az egy plusz ráadás. Mert ugyanezt történik anya és gyermeke között. Ugyanezt történik két barát között. Akár férfiak, akár nők. A kutya és az ember között. Mert a szerelem az nemtelen. Az egy állapot. Egy izzó állapot. Ennek is van vége. Elfogy a muníció. És kezd kihűlni ez a plazma. Amikor kezd kihűlni, elkezdenek összeolvadni ezek a töltések, szépen lassan. És mielőtt kezd kihűlni, fel kell készülni, hogy új életet kell kezdjen ő is, és ő is. Mert ha nem kezdenek új életet fognak kezdeni. Egymás nélkül. Ezért, amíg együtt vannak, és van szerelem, amikor a legnagyobb a boldogság, akkor már el kell kezdeni változni. Mert mondjuk ez a plusz legyen az egyes verziójú plusz, és neki kell a kettes verziójú plusz, ami egy teljesen másik nőt fog jelenteni. Ez meg egy teljesen másik férfit fog jelenteni. És ez a teljesen másság, ami szintén kompatibilis egy ilyen rendszer kialakulásához, és szintén szabadon formálódik, ez a másság fogja meghozni az új szerelmet. Hogy ez átfedésben lesz a két állapot, vagy nem, az egy másik kérdés. Ha időben elkezdjük, akkor átfedésben lett, ha nem, nem. De ha valamelyik nem változik, ha valamelyik nem halad, ha valamelyik behúzza a féket, hogy jaj, emlékszel, emlékszel az milyen jó volt, jaj, olyan legyen örökre, mint 10 éve. Nem is emlékszem, meg nem is akarom. Bármi volt. Hanem új dolog kell. Arra emlékezzünk, hogy ma mi volt. Ne a múlt legyen emlékezetes, hanem a ma váljon emlékezetessé, és a holnap törölje ki, mert még emlékezetesebb. Akkor az örök szerelem létezik, de nem így, hogy örökké, hanem új és új szerelem van. Mindig másképp történik. Akkor élsz. Akkor sokféle életet éltél. Sokféle életet éltetek. Az egyik klasszikus változás, na mi? Hát a puja. Eljön. Mind a kettő azonnal megváltozik. Az egyik anya lesz, a másik apa. Két roncs.
És akkor megjelennek az új és új minőségek. Kiderül, hogy az a férfi apának is milyen kiváló. Az a nő meg anyának is milyen kiváló. És elkezdenek felnézni egymásra, elkezdik tisztelni egymásba azt, ami az egyikad meg a másikad. Mit nem szabad elkövetni? Nyugodtan mondjátok azt, amit elkövettetek. Na, mit nem szabad elkövetni? Az alap. Tehát attól, hogy éppen szül, attól még ő nő kell, hogy maradjon. Saját maga is úgy kell érezze, hogy jaj, mikor megy ez már le, az megvan annak az ideje. És egyre drágább manapság. Nem az a lényeg. Mit nem szabad csináljon anya és apa? Nem szabad ugyanazt csinálják. Nem attól lesz egy férfi jó, mert ő is pelenkázik, ő is kiviszi a szart, majd kérem a pénzeket, fiúk. Meg hogy ő is takarít, mi van még, ő is mosogat. Remélem, ez működik. Hanem ő előkészíti az autót, hogy majd utazik a család. Max véletlenül a sportkocsit készítette elő. Nem fér bele a család. De ha már az van megtankolva, azzal kell menni a boltba. A férfi csinálja azt, ami az ő dolga, a nő csinálja, amit az ő dolga. Azt nem jelenti azt, hogy nem lehet besegíteni, meg nem lehet átvenni időnként, de nem az ő reszortja. Nem ő lesz a felelős. Mert ha mind a kettő felelős, akkor ebből konfliktus lesz, mert az egyik jobban fogja csinálni. Ez biztos. Úgyhogy mindenki azt kell csinálja, ami neki jól megy. Az más kérdés, ha egy balfaszhoz mentél hozzá. És az égvilágon semmit nem tud megcsinálni. Az teljesen más kérdés. Ha ő semmit nem tud belerakni, akkor az ugyanúgy nem fog működni. Akkor az egyensúly elmegy. Mert mi van itt? Egy nagyon érzékeny egyensúly. Egy icipicit arrébb megy valami. Abba a pillanatban dől az egész, és azonnal neutralizálódik az egész, és már is elindul egy olyan láncreakció, amit nem tudsz megújítani. Egy életre elvesztetted. Soha nem tudod visszarakni, visszafordítani ezt a folyamatot, hogy ez megint plazmikus legyen, ha megszűnt ez az állapot. Az csak egy új folyamattal tudod megcsinálni. Ezért ne hazudj. Ne okozz csalódást. Ne várj el. És egy csomó mindent ne csinálj, mert ezek mind ezt az egyensúlyt felborítják, és soha az életben. Lehet, hogy 3 év alatt fog eltűnni ez, de azt aznap tudod, hogy megvannak számlálva a napok. És ahhoz teljesen új dolgot kell építeni. Hogy most gyerekről van szó, vagy bármi másról, az teljesen mindegy. Mert az nem úgy van, hogy most szültél 2 gyereket, na van 2 gyerek, hú, érzem, csökken a szerelem, csináljunk még egy harmadikat. És akkor megint van egy változás, nem fog változni semmi, mert már ugyanaz lesz, csak több munkával. Hanem a személyiségednek változnia kell. Egy ilyen változás már megvolt. Oké, egy kicsit lépjünk vissza egy lépéssel. Párkapcsolatban élünk, boldog párkapcsolatban, büszkék ránk a haverok is, hogy a lakótelep legszebb lánya és legszebb fiúja került össze, de jó, mindenki irigyel minket. Házasodjunk össze? Hú. Mert ugye a gyerek előtt általában még ez szokott jönni. Oké, ez is egy nagy változást hoz, ugyanis férj és feleség lesz, most eddig külön éltek, most már együtt élnek, teljesen másképp fognak élni, teljesen más fognak egymásból látni, de ez manapság már nem annyira fontos, ugye, mert
a házasság mindig úgy van, hogy már rég együtt élnek valamilyen házban, sőt, már a hatodik házukban élnek, és akkor házasodnak. Tehát az mind, ez nem ér semmit. A házasság nem arról szól, az anyakönyvvezető azt mondja, hogy ígérd meg, oké, alá, itt írd alá, jó van, pecsét, kész, könyv becsuk, házasok vagytok, eredjetek. A házasság az, hogy megváltozik. Az, hogy ti hogyan vagytok együtt. Már nem szükséges távolságot tartanotok egymástól ahhoz, hogy ez fenntartható legyen. Mert hogy az elején szükséges a távolság. Van az, hogy megismerkednek, és onnantól kezdve együtt vannak 50 évig. Nem mondom, hogy nincs, mert minden folyamat ugyanúgy zajlik le, csak nem ugyanabban az időben. Nem ugyanolyan gyorsan. Valahol villám gyorsan megtörténik, valahol nagyon lassan történik meg. Az, hogy kinél hogyan, ez függ a szereplőktől, a szituációtól, mindentől függ. Tehát ez nem is érdemes kategorizálni. És az egyik embernél az egyik kapcsolata ilyen lesz, a másik meg olyan lesz. És mind a kettő jó lehet. Nincs ezzel gond. A folyamatban van a lényeg, hogy ami megtörténik abban a folyamatban, az a folyamat hogyan zajlik. És az elején még nem találkozhatna, nem lehetnek együtt, mert ha együtt vannak, akkor rövidre záródik. Az elején még létre kell jöjjön ez a plazma. Ezt erősíteni kell. És ha egészen erős, és már önmagában sugárzik, már közelebb mehetnek, és építhetnek egy újat. Ez lesz a házasságkötés pillanata. Mikor jön ez el? Ez nagyon egyszerű. Csak nem fogod tudni. Ezt kizárólag érezni lehet. Ez akkor fog eljönni, ez úgy történik, hogy megpróbálok rajzolni, majd a végén eldöntjük, melyik mi ki lesz. Oké. Na, legyen kezük is. Ugye az kell, mert ha összevesznek, akkor legyen hosszabb keze. Így praktikusabb. Az elején ez úgy történik, hogy elkezd nőni a lelkük. Neki is nő. Összeér. Itt létrejön ez a plazma. Bárhova mennek, ez a plazma ott van. Halál mindegy hány kilométer van közöttük. Az akkor is ott van. A szerelem az olyan, hogy itt megszületik, és nincs téridő, bárhol meg tud jelenni. Ez azt jelenti, hogy egy pillanatra így rágondolsz a szerelmedre, a lelked megnő, abban a pillanatban 10 000 kilométerre odébb, ott is megnő. És megkapja. Még időkülönbség sincsen. Nő ez az egész, egy burokban vannak, és amikor meg kell, most már szükség van arra, hogy újak legyenek, mert már tovább nem tud nőni, hanem új információkat kell behozni kintről, akkor ezt az egészet el kell engedni, és ez egy érett folyamatként elkezd fölmenni ilyen spirális alakban. Föl az égbe. És amikor ez oda fölment, van hely az új plazmát gyártani. Ekkor lehet összeköltözni. Ez jelenti az összeköltözés. A házasság. Szóval, ha ez el tud menni, akkor megszületik az új, és az az új már az új kapcsolatot fogja ábrázolni. Más és más lesz a két ember. És ez a két másik ember építi újra ezt a szerelmet. Ez a szerelem lesz itt fönt. Itt. Ott fognak létezni. Itt meg nő a következő. Ha ők megint megnövelték ezt az egészet, akkor megint jön az, hogy kell jön egy új. Mi a következő lépés? Úgyhogy
ide beköltözik valaki. És itt megszületik. Ez a burok már nem oda megy föl, hanem ez itt marad, és abba a burokba beköltözik ő. És ők elkezdenek egy újat gyártani. Így már van három. Fönt, lent egy, ami megadja a kapcsolatot, hogy megjöjjön a gyerek, és a harmadik, amiből ugye volt férfi-nő, lett férj-feleség, és anya-apa. Ha mindezt a tradíciókra hagyjuk, a rokonok elvárásaira, az állami jogszabályokra, vagy hogy mikor lehet fölvenni 30 millió kölcsönt, nézd majd meg a gyerekedet. Aztán járjál vele. Orvostól kezdve minden szarhelyre. Egyértelmű, hogy mindegyik folyamat, mindegyik új élet, amit generálnak, az egyre lassabban generálódik. És egyre lassabban kell újjászületni. Viszont egyre nagyobbra növekszik az egész. Más lesz a minősége. Más lesz a jelentése. Akinek nincs gyereke, ezekkel az utakkal van baj. Ha csak biológiailag nincs valami lehetetlenség. Ha minden rendben van biológiailag, akkor csak ezt kell fölépíteni. És ha ezt fölépítjük, jöhet is. Van-e kérdésem?